Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Milyen a kapcsolatotok? Barátság plusz, vagy egy stabil párkapcsolat? Mi az ő terve? Ezt megnézzük most ennél a jóslásnál. Itt látható, hogy valami betegíti őt. De az is lehet, hogy valaki beteg a családban. Az lehet az apukája, hiszen itt megjelenik ez az idősebb férfi a képen. Valami szomorítja őt, de nem csak ő szomorú, hanem te is szomorú vagy. De hamarosan lesz itt egy üzenet, és mivel itt a ház megjelenik, az jelenti azt, hogy itt lesz egy stabil párkapcsolat, ami kiépül a jövőt illetően. Jelenleg ő egyedül érzi magát, magányos vagy szomorú, nálad is látható a szomorúság, ha te egy hölgy vagy. Tehát mindkettő szomorúak vagytok valami miatt. Ez lehet a betegség, hogy valaki beteg a környezetetekben, vagy van egy bizonyos helyzet, ami betegít benneteket, és itt kell egy megoldás. Itt lehet egy családi kapcsolat, hiszen a ház az utal a szülői házra, a rokonokra, a családi kapcsolatokra is, ami a kettőtök viszonyát illeti. Itt lesz egy üzenet, tehát beszéltek egymással, és ez a ház jelentheti azt, hogy meglátogat téged, vagy szeretné azt, hogy te látogasd meg őt, lehet egy közös otthonnak a tervezése. A ház jelenti a védelmet, és az alapokat is, egy biztos, stabil párkapcsolatot. Tehát erre a kérdésre, hogy ez barátság plusz, vagy egy stabil párkapcsolat, a választ, ez az üzenet, ez a ház adja meg, hogy itt kiépül egy tartós párkapcsolat. És ez volt a jóslásom. Ha egyezik veled, vagy ha nem, kérlek, írd le a kommentárba. Örülök annak, ha kommentáljátok a videóimat. És én kívánok nektek egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!